A probléma az az, hogy igazából nem úgy mentek a dolgok, ahogy kellett volna menni a férfiakkal. Mármint, hogy igazából kiskoromban nem kaptam. De mi történt gyerekkorodban? Hát az történt, hogy a családon belülféle probléma történt, tudod? És az... Igazából én megléptem. De elmeséled nekem? Ezt nem akarom nagyon elmesélni. Tehát a nevelő papád az ő barátjáról van szó. Igen. És ő mit csinált? Hát amikor én aludtam, akkor azt találtam, hogy a combom között volt hajnalban. És tudod, amikor én aludtam kiskoromban, akkor... Hány éves voltál? Olyan tizenéves. Akkor én mindig úgy aludtam, hogy így lefekve, és lábbal így fel. Ez egy olyan komoly... forma, nagyon ronda forma dolog, egy családban belül. Ez egy nagyon komoly dolog. Ez egy nagyon... akkor nem mondtad el a nevelőapádnak? Nem mondtam el az anyámnak. Senkinek nem mondtad el? Senkinek. A nővérem tudta. És ő mit mondott? Nem mondta, hogy ugyanaz történt. Ugyanazt csinálta vele. De ezt hogy dolgoztad fel akkor tinédzserként? Nem volt könnyű. Úgy dolgoztam fel, hogy igazából férhez mentem. Ahhoz a ronda Mercurihoz. Hát oda eltelt pár év a kettő között. Hát figyelj, eltelt sok év, de igazából tinédzser lehettem a tizenéves, amikor akkor még nem volt tévése az első időben. Átvészeltük a 56-os forradalmat, nem emlékszem persze, hogy nem. Figyelj, és akkor én emlékszem, hogy mondták az anyukámék, hogy nem szabad nézni a Szabad Európa, hallgatni a Szabad Európa rádiót. Én meg mindig azon voltam rajta, hallgattam a Szabad Európa rádiót, te nem tudhatod, mert ott mindig mondták az igazi híreket, ami történt a világban. És én mondtam, hogy már pedig én el akarok menni, akarom látni más világot. Igazából nem láttam azt a nagy lehetőséget ezzel a Mercurival, de én eljöttem, mert valahol a lelkem végén, a csücskében gondoltam, hogy talán valami olyan fog történni az életem, aminek engem meg fog lepni. És férjhez mentem, és utána kimentem Milánóba, és a többi már sztória. De hidd el nekem, hogy nekem az életemet úgy, ahogy mondták, ahogy lehet mondani, vádokonyi venti, eljeventi, vagyis megyek a széllel, és amit a szél sodor. Tehát hagyod, hogy magával sodorjon a szél. A szél, igen.